Ceglédi Csaba, aki ellen most már évek óta eljárás folyik, gyakran bújt a mentelmi jog mögé, nem nyert Szombathelyen, megszűnt a mentelmi joga, nem lesz országgyűlési képviselő. Horváth Csaba, zuglói polgármester pedig eleve olyan helyet kapott az MSZP is, vagy a közös listán, 200-valanyadikon, tudható volt, hogy nem jut be, őt sem védi már a mentelmi jog, ami eddig védte a választásokig. Mi következik ezután? Igen, valóban ugye Ceglédi Csaba elég jelentős mértékben kikapott Hende Csaba képviselőtársamtól Szombathelyen. Ebből az következik, hogy Ceglédi Csabának most már csak egy, hogy így mondjam, feladata van hátra, hogy koncentráljon az ellene folyó 6,5 milliárdos költségvetési csalásra, ami ugye a kecskeméti törvényszéken folyik ellene. Ugye ő a bűnszervezet vezetője, és több terhelő vallomás született rá. Tehát én azt gondolom, hogy Ceglédi Csabának sok esélye nem lesz abban a kérdésben, hogy a bíróság vele szemben valamilyen komolyabb ítéletet hozzon. Azt is gondolom, hogy Ceglédi Csaba politikai karrierje itt véget ért, mert nem jutott be az országgyűlésbe, így valóban nem bújhat a mentelmi joga mögé, és ahogy mondtam korábban, innentől kezdve csak egy feladata van, hogy a lehető legjobban szerepeljen a büntetőeljárás során, ami ellene indult. És ugye ne felejtsük el, hogy Ceglédi Csabának van még egy büntető ügye, ugye az Ördög ügyvédje blog mögött is ő állt, és ezért már egy 1 millió forintos pénzbüntetést kapott, amit gondolom, hogy majd meg fog fellebezni. Aztán ott van a zuglói polgármester. Bocsánat, aki... mielőtt rátérnénk Horváth Csabára, csak nem mindenki van képben, ugye iskola szövetkezetekkel van összefüggésben Ceglédi Csaba ügye, ő vezette ezt a céghálót, hosszú-hosszú évekre visszamenően, vagy visszanyúlik ez az ügy, és ha jól emlékszem, arról van szó, ön is említette egy 6,5 milliárdos költségvetési csalás, hogy nem fizették be a foglalkoztatott diákok után a közterheket, nagyon sok vádlottását már elítélték, őt pedig eddig azért nem tudták elítélni, ha jól emlékszem, mert Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke rátette az európai parlamenti listára is, ugye ott is indult, ott sem nyert, de védte a mentelmi jog, most országgyűlési képviselőként is megméretetett, jól foglaltam össze, de ha valami kimaradt, nyugodtan. Igen, hát volt még egy nagyon fontos állomása itt az eljárás elhúzódásának, ugye ne felejtsük el, hogy 2018-ban is képviselőjelölt volt Ceglédi Csaba szintén Szombathelyen, ugyanakkor függetlenként indul, de a DK támogatásával, aztán valóban 2019-ben a Demokratikus Koalíció európai parlamenti listájának utolsó helyére rakta föl Gyurcsány Ferenc, ezzel újabb mentelmi jogot adott számára, ami szintén az eljárás elhúzódását eredményezte, illetőleg ugye most szintén 2022-ben képviselőjelölté vált, ami szintén mentelmi jogot jelentett neki, de hát lényegében a választások jogerős eredmények kiirdetését követően ez a mentelmi jog meg fog szűnni. Hát ha jók az információ, ugye ma fogják kihirdetni a április 3-i választásoknak az eredményét, tehát lényegében Ceglédi Csaba mentelmi joga, ami a képviselőjelöltöket illeti, az a mai napon, vagy a holnapi napon meg fog szűnni. De nyilván folytatódhat ellene akkor a vádeljárás. Csak egy közvetítő kérdés és egy rövid válasz, és tényleg rátérünk Horváth Csabára, mert az sem piskóta az az ügy, hogy miért védte Gyurcsány Ferenc, vagy a DK ennyire Ceglédi Csabát? Hát ők is tisztában voltak azzal, hogy mennyire súlyos bűncselekményekkel vádolja őt a hatóság. Én azt gondolom, hogy mindennel összefügg. Ugye Ceglédi Csaba nem csak ügyvéd volt, hanem ügyvédként a Gyurcsány család házi ügyvédje is, illetőleg az Altus cégbirodalom cégeinek is ő volt a képviselője. Tehát Ceglédi Csaba nagyon sok mindent tudott ezekben a cégügyekben, nagyon sokat tudott a Gyurcsány család cégügyeiről, illetőleg ugye azért ne felejtsük el, hogy több alkalommal is komoly pénzügyi támogatást biztosított az ellenzéki összefogásban szereplő pártok közül az MSZP-nek. Én ebben az ügyben több bírósági pert is megnyertem,
ugye én azt a kijelentést mertem tenni korábban, hogy Szeglédi Csaba 2014-ben az MSZP kampányát finanszírozta és pénzt adott át Kunhalmi Ágnesnek. Ebben az ügyben a bíróság több alkalommal nekem adott igazat, tehát én ezt nyugodtan mondhatom. Tehát a viccet félretéve valóban fölmerült annak a gyanúja, hogy Szeglédi Csaba a Humán Operátor ZRT-n keresztül eltüntetett, vagy elcsalt, vagy elsikkasztott pénzekből a baloldali pártoknak csorgatott vissza. Lényegében ő volt a baloldali pártoknak, hogy így mondjam, a pénztárnoka, és ebből a pénzből sok mindent finanszírozták. Aztán, hogy a bíróság ezekből a tényekből mit fog megállapítani, azt innen nehéz megmondani. Egy biztos, hogy ebben az eljárásban, ami a Kecskeméti törvényszéken folyik Szeglédi Csaba ellen, több olyan vádlott társa, aki ugye már nem vádlott, mert egyességet kötött az ügyészséggel, nagyon-nagyon súlyos terhelő vallomásokat tett Szeglédi Csabára. Na akkor térjünk át Horváth Csabára, az uglói polgármesterre, őt sem védi már a mentelmi jog. Igen, hát ugye Horváth Csaba vonatkozásában szintén elmondhatjuk, hogy az ellenzéki összefogás országos listáján szerepelt, ugyan nem bejutó helyen, de mentelmi joga volt. Ettől függetlenül az ellene indult korrupciós ügyben, ugye a hallgatók már azt gondolom nagyon sokat hallottak a zuglói parkolási botrányról, ahol szintén nagyon súlyos vádak hangzottak el a zuglói polgármesterrel, Horváth Csabával kapcsolatban, és a kerület korábbi MSZP-s képviselőjével, Tóth Csabával szemben. És ezen vádak alapján ugye itt 2017 és 2019 a zuglói parkolási bevételekből közel 280 millió forint kenőpénz kapott ez a két baloldali politikus. Horváth Csabát még a mentelmi jogának a keletkezése előtt az ügyészség gyanúsítottként hallgatta ki, Tóth Csabának pedig a mentelmi jogát idén március 10-én az utolsó parlamenti ülésen az országgyűlés felfüggesztette, így őt is gyanúsítottként tudta kihallgatni az ügyészség, és jelen pillanatban folyik ellenük az eljárás. Az emberben bujkál a kis ördög, ha már említette ezt az uglói parkolási botrányt, ugye egy olyan céggel kötöttek szerződést, ami több milliárdos bevételhez juthatott ennek fejében, és tőlük kapták állítólag a gyanú szerint a kenőpénzt, szóval, hogy amikor ő polgármester lett, érdekes módon szinte egész zuglót fizetőssé tette. Korábban lehet azt mondani, hogy a vasúti sinekig, tehát a körvasút, illetve a Hungária körútig, tehát a nagykörútig kellett fizetni zuglóban, most pedig már szinte az egész kerületben. Nyilván minden mindennel összefügg, mert ha egyre több a parkolóra, egyre több helyen kell parkolási díjat fizetni, több lesz a bevétel is. Szóval ezért mondtam, hogy az emberben bujkál a kis ördög. Igen. Hát ennek az ügynek van több tanulsága is szerintem. Az egyik legfontosabb tanulsága, hogy parkolási botrány, baloldali botrány ide vagy oda, a zuglói választópolgárok ennek ellenére Hatházi Ákost juttatták a parlamentbe, azt a Hatházi Ákost, aki ugye itt éveken keresztül harcolt a korrupció ellen, csak úgy látom, azt a korrupciós botrány nem látta meg, ami abban a választókerületben volt, ahol őt indította az ellenzék. Hát ez sok-sok mindent fölvet. Aztán itt van a másik nagyon lényeges kérdés, hogy ugye ne felejtsük el, hogy amikor ez az egész parkolási szerződés megköttetett 2017-ben, Karácsony Gergely volt még zugló polgármestere, aki 19-ben ment tovább a fővárosba főpolgármesternek, és Karácsony Gergely mindenről tudott. Tehát ő volt az a polgármester, aki aláírta a parkolási szerződést, aki jóvá hagyta a közbeszerzést, ahol nem a legjobb, hogy így mondjam, pályázatot benyújtó cég nyerte meg nem véletlenül a közbeszerzési eljárást, és sok-sok minden olyan körülmény van, ami azt bizonyítja, hogy Karácsony Gergelynek nagyon komoly szerepe lehetett ebben a parkolási mutyiban. És én úgy gondolom, hogy ezek a tények mindenképpen az elkövetkező időszakban valamilyen válaszra várnak. Ugye nem nagyon válaszolt még sem Horváth Csaba, sem Tóth Csaba, Karácsony Gergely meg mindentől elzárkózik, miközben mindenhol ott van az ő aláírása. Hatházi Ákos pedig hallani nem akar itt a zuglói parkolási botrányról. Ő egyébként semmi más nem csinált, mint ezt az ügyet használta fel arra, hogy zuglóban leszámoljon az ellenfeleivel.